A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara megkezdte a gyakorlati képzések helyszínéül szolgáló duális partnerek ellenőrzését. A felülvizsgálat célja az, hogy a szakemberek megbizonyosodjanak arról, hogy az adott telephely, munkahely alkalmas-e a szóban forgó szakképesítés gyakorlati oktatására. 2021-ben 214 ilyen jellegű ellenőrzést végeztek a kamara munkatársai. Ebbe beletartoztak a bevezető ellenőrzések, tehát azok a nyilvántartásba vételi ellenőrzések, amikor egy gazdálkodó jelezte részvételi szándékát, hogy bekapcsolódik az új képzési rendszerbe, és mint gyakorlati képzőhely a jövőben ekként funkcionál, és természetesen beletartoztak azok az ellenőrzések is, amiket egy köztes ellenőrzéseknek szoktunk nevezni, korábbi gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését jelentik. Ez a 214 darab ellenőrzés egyébként nem volt elegendő, 50 új, vagy hát plusz 50 kvótát kellett még kérjünk, annak érdekében, hogy a jelentkező új képzőket is meg tudjuk látogatni, szemlézni tudjuk, és nyilvántartásba tudjuk őket venni. Az idei évben mintegy 220 ellenőrzés hajtanak végre a szakértők, és eddig 60 képzőhelyet látogattak meg a kamara munkatársai. Az ellenőrzések során a törvény által előírt kötelezettségek betartását, illetve a személyi és tárgyi feltételek meglétét vizsgálják. Gyakorlati oktató személyének alkalmasságának vizsgálata, ugye a gyakorlati év, iskolai végzettség, ilyesmire kell gondolni, illetve hát nyilván a szakma specifikus tárgyi feltételeknek az ellenőrzése, ugye ez részben iskolai szakértő, illetve a kamarai szakértő feladata, ez egyértelmű, gyakorlatilag ugye szakmájukhoz kapcsolódóan ők tudják, hogy milyen eszközökre van szükség, illetőleg ki az, aki alkalmas az adott szakma oktatására. Ehhez egyébként a KKK, tehát a képzési követelményrendszer is tartalmaz eszközlistát például, ami tételesen taxatíve felsorolja, hogy adott duális képzőhelyen adott szakma elsajátításához milyen eszközállományra van szükség. A nyilvántartásba vételi eljárásokkal, illetve a hatósági eljárásokkal párhuzamosan a kamara adatbázisának tisztítását és aktualizálását is folyamatosan végzik a szakemberek. Az évek során nagyon sok vállalkozóval, gazdálkodóval, egyéb szervezettel kerültünk kapcsolatba, akik nem biztos, hogy a jövőben is folytatni kívánják a oktatási vagy képzési tevékenységüket. Őket megkeressük és nyilatkoztatjuk, hogy kívánnak-e állományban maradni, kvázi, adatbázisban maradni, tehát egy ilyen törzs tisztítás van párhuzamosan. Évközben köztes ellenőrzések címén a szakemberek folyamatosan felügyelik a duális képzőhelyek szakszerű működését, figyelik, hogy az adott munkahely betartja a képzésre vonatkozó rendeleteket. A helyszíni ellenőrzés az előbbieken túl kiterjed még az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fenntartására is. A felülvizsgálatokat mindig a gyakorlati képzés helyszíne szerinti illetékes területi kamara folytatja le.